Az emberi szívekbe lopva a gyűlölségnek lángja éled. Hordjuk a gondok nagy keresztjét. Hol vagytok, régi szép karácsonyesték? De hitünk azért ne veszítsük, ne csüggedjünk, majd jóra fordul. A boldogság nótája zeng majd minden szívből, minden bokorból. Jóság, szeretet újra lesz még, és lesznek régi, szép karácsonyesték. Kollégáim, egy nehéz év és jó testet év végén kiváló lehetőségeink és kötelezettségeink vannak, ez az ajándékozás. Mi ezzel készültünk a mai napon, három különböző típusú ajándékkal. Az elsőt már meg is kaptuk, köszönjük Veresné Petrőcz Mária karnagyasszonynak és a Panegyetem kórusának az a kiváló művészi élményt, amit itt nekünk nyújtottak. A második ajándék egy beruházás, a TIO beruházás, ami éppen most zárult, több éves folyamat. Ez a projekt 4,3 milliárd körüli beruházást jelentett Veszprém, Keszthely és Nagykanizsa telephelyeken és székhelyen, és hozzájárul ahhoz a folyamathoz, hogy a mindhárom tevékenységünk minőségi körülmények között folytatható. A beruházás épületi fejlesztést, energetikai fejlesztést és eszközbeszerzést is jelentett. Itt látni lehet ezeken a fényképeken a kiinduló állapotot és a végállapotot. A Pannon Egyetem szenátusa a Pro Universitate Pannonica nagy ezüst fokozat kitüntetést adományozott dr. Anda Angéla egyetemi tanár tanszékvezető részére. Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, a Pannon Egyetem Georgikon kar meteorológia és vízgazdálkodás tanszék vezetője, az MTA doktora, az Állat és Agrárkörnyezettudományi Doktori Iskola vezetője, több évtizedes egyetemi oktatói munkája, tudományos teljesítménye mellett vállalt egységvezetői feladata, több ciklusban végzett dékán helyettesi tevékenysége rendkívüli munkabírást és vezetői kvalitásokat bizonyít, iskolateremtő tevékenységét 10 végzett PhD hallgató és közel ennyi folyamatban lévő PhD fokozatszerzés jellemzi. Feladatait elkötelezetten a kar és az egyetem érdekeinek megfeleltetve, kiváló szakmai tudományos kapcsolatrendszert kiépítve, kiemelkedő hazai és nemzetközi elismertséggel végzi. A kitüntetéshez gratulálunk! Köszönöm szépen.
A Pannon Egyetem szenátusa, a Pro Universitate Pannonica nagy ezüst fokozat kitüntetést adományozott dr. Dávid Ákos adjunktus irodavezető részére. Dr. Dávid Ákos a hálózati iroda vezetőjeként felelősségteljes feladatot lát el az egyetem informatikai szolgáltatásainak magas színvonalú biztosítása érdekében. A műszaki informatikai karon oktatói munkássága mellett irányítja a hálózat és infrastruktúra csoport, valamint az információbiztonsági kutatófejlesztő központ tevékenységét. Feladatait az egyetem iránt elkötelezetten magas színvonalon végzi. A kitüntetéshez gratulálunk! Dr. Kristóf Tamás az Egyetem Fizikai Kémiai Intézeti Tanszékén több évtizede végez lelkiismeretes oktató és nemzetközi szinten is elismert kutatómunkát, eredményes tehetség gondozó, tudományos diákköri, diploma és PhD témavezetői tevékenysége mellett az oktatás szervezésben, mint szakvezető és kari tanástagként is segíti az egyetem hatékony működését. Emellett a Veszprémi Regionális Kutatás Szervezésben, a VEAB-ban is aktívan részt vesz. A kitüntetéshez gratulálunk! Dr. Géczi János és dr. Ladányi István kezdettől fogva aktívan közreműködik a külhoni magyarság kultúrájának és tudományosságának bemutatását szolgáló határon túli magyar napok. 2011-ben a vajdasági napok, 2012-ben a kárpátaljai napok, 2013-ban a felvidéki napok, az idén pedig az erdélyi napok elnevezésű sorozatának megszervezéséért. A rendezvénysorozat erősíti a Pannon Egyetem és Veszprém város művelődési intézményei közötti kapcsolatot, valamint pozitív visszhangra talált az országos médiában, növelve ezzel a Pannon Egyetem elismertségét és tekintélyét. Dr. Géczi János akadályoztatása miatt nem tud jelen lenni. A kitüntetéshez gratulálunk! Rektori dicséretben részesül Leymeister Ferenc fenntartási alkalmazott, rendszeres véladó, aki eddig 90 alkalommal adott vért. A kitüntetéshez gratulálunk. Rektori dicséretet kap Mészáros István, fenntartási alkalmazott, rendszeres véradó, aki eddig 69 alkalommal adott vért. A kitüntetéshez gratulálunk! Rektori dicséretet vehet át Siki Antalné, ügyintéző, az Oktatási Igazgatóság főmunkatársa, rendszeres véradó, aki eddig 45 alkalommal adott vért. A kitüntetéshez gratulálunk! Rektori dicséretben részesül Harmat István, a matematika tanszék műszaki tanára, rendszeres véradó, aki eddig 39 alkalommal adott vért. A kitüntetéshez gratulálunk!
Rektori dicséretet kap Fódi Éva ügyintéző, a Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet főmunkatársa, rendszeres véradó, aki eddig 36 alkalommal adott vért a kitüntetéshez. Gratulálunk! Rektori dicséretet vehet át Aporfini Nagy Andrea ügyvivő szakértő, rendszeres véradó, aki eddig 35 alkalommal adott vért. A kitüntetéshez gratulálunk! Rektori dicséretben részesül dr. Hekül István, egyetemi docens, rendszeres véradó, aki eddig 33 alkalommal adott vért. A kitüntetéshez gratulálunk! Rektori dicséretet kap Staub Márton, fenntartási alkalmazott, rendszeres véradó, aki eddig 31 alkalommal adott vért. A kitüntetéshez gratulálunk!